Sziasztok, egyásunk! Itt a következő mese az Ármányos Sárkányos meséskönyvből, a 16. találkozás. Véget ért a nagy labirintus építése, a törpék összegyűltek, majd körülvették Lánci bácsit. Mi elvégeztük a munkát, amit kértél, de hol a sárkányunk? Valóban, hol lehet? Kérdezett vissza Lánci bácsi, majd intett a kiskék angyalnak, hogy repüljön oda hozzájuk. Kedves kiskék angyal, te tudod, mi történt rettentő mennydörgéssel? Vajon korcogó, porcogó, morcogónak sikerült legyőznie őt? És ha igen, akkor ne is folytasd, vágott közben a kiskék angyal, én is olyan izgatott vagyok. Láttam, ahogy korcogó, porcogó, morcogó felébresztette az óriás sárkányt, aztán úgy szórakozott vele, mintha csak kis cica lenne. Kicsit meg is pofozta, meg is lovagolta, de aztán a végén valahogy mégis bekapta őt a rettentő fenevad. Most nem tudom, mi történt, mert a sárkány egy darabig még hányta vetette magát, aztán elcsendesedett, aztán most csak fekszik a földön és sír. Ó, sóhajtott Lánci bácsi, sír? Akkor minden rendben van. Korcogó, porcogó, morcogó valószínűleg lenyelette magát, hogy a sárkány tűzgyomrában elfojthassa a tüzet. Rettentő mennydörgés ugyanis azért volt olyan komisz, mert ez a belső tűz rossz irányba ment, és állandóan marta, piszkálta, dühítette. Ha most sír a sárkány, az azt jelenti, hogy a kemény szíve kezd megpuhulni, és már bánja a sok rosszat, amit eddig tett. Menjünk csak el hozzájuk, és beszéljük velük. Ho-ho-ho, nem úgy van az, méltatlankodtak a törpék. Te olyan sárkányt ígértél nekünk, aki tüzet tud fújni, amelyik átforrósítja a kazánjainkat, kiolvasztja a fémeinket. Mit kezdjünk mi egy olyan sárkánnyal, amelyiknek kialudt a lángja? Barátaim, válaszolta a bőrcsőreg a törpéknek. Először azt a kérdést kellene feltenetek, hogy mit kezdenétek egy olyan sárkánnyal, amelyik dúl, fúl, öl és pusztít, rombol és harcol? Vajon meg tudnátok szelídíteni? Vajon utálatok menne a barlangba, amikor az égen is repülhet? A törpék erre elhallgattak, és a királyokat nézték, vajon mit kellene most mondaniuk. A király megsimogatta hosszú szakállát, egyszer, kétszer, ami nála a komoly gondolkodás jele volt, aztán elmosolyodott, és a kiskék angyal felé fordult. Szóval azt mondod, hogy a sárkány, a mi sárkányunk ott fekszik egy tisztáson és sír. Szelíd, és mi oda tudunk menni hozzá? Úgy van, bólintott a kiskék angyal. Akkor mire várunk? Menjünk gyorsan, nézzük meg közelebbről, beszéljünk vele, mert én biztos vagyok benne, hogy közösen meg tudjuk oldani minden problémánkat. Így is történt. A kiskék angyal először felrepült az égig, és onnan szétnézett, hogy Ármány és hadserege még mindig egy helyben tanázik-e. Amikor látta, hogy azok ki sem mozdulnak a sátortáborukból, tudták, hogy nyugodtan mehetnek, mert hamarabb megjárják az utat oda-vissza, mint ahogy az ellenség ide érne. El is indultak. Előrepült a kiskék angyal, utána Lánci bácsi sétált egy kényelmes vándorbottal a kezében, mögöttük a törpék, akik óriás csigáikat és felszereléseiket is a táborban hagyták, hogy a pakolással se veszítsenek semmi időt. Rettentő mennydörgés még mindig a fákkal körülvett tisztáson hevert, amikor megérkeztek. Körülötte feltépet, göröngyössé marcangolt föld, leégett fű, ahogy a nagy küzdelmében széttiport minden maga körül. Testileg, lelkileg kimerülten aludt, úgy feküdt ott, mint aki meghalt, csak oldalának mozgásából látszott, hogy lélegzik. Elsírt könnyeiből kis tavacska keletkezett a fák között. Lánci bácsi a törpék csapatával együtt csendesen közelebb óvakodott, majd háromszor megkoppintotta a sárkány oldalát. Erre aztán nagy mozgást támadt odabent, de olyan, hogy csak úgy hullámzott a sárkány óriási hasa. Rettentő mennydörgés felriadt, kikerekedő szemmel nézte a körülötte állókat, majd lassan, mintha maga se érteni hogyan, kitátotta a száját, és azon keresztül kicsusszant korcogó, porcogó, morcogó. Ahogy kiért, rögtön átölelte a nagy sárkány felét, talán óvatosságból is, hogy ne harapjon, és rögtön beszélgetni kezdte. Édes sárkányom, nagy erejű harcosom, szémséges fejedelmem, hát nem megmondtam, hogy eljönnek majd, akik nem haragszanak rád? Mert ugye, ti nem haragudtok rá? Nem,
válaszolta rá egyszerre a törpék serege, a kiskék angyal és Lánci bácsi. És ugye ti szeretnétek vele együtt lenni? Igen. És ugye ti tudjátok, mit is kellene tenni egy ilyen hatalmas, erős és bátor sárkánynak, hogy szép életet élhessen. Erre aztán előlépett a törpe király. Kihúzta magát, de annyira, hogy majdnem felért a fekvő sárkány orráig, korcogó-borcogó-porcogó térdéig, és így beszélt. Méltóságos sárkány úr, ki egykor rettöntő mennydörgés néven az emberek veszedelme voltál. Te tudod jól, hogy egykor a föld mély népek, törpék és sárkányok együtt éltek hatalmas barlangjában, és együtt készítették szebbnél szebb, hasznosabbnál hasznosabb eszközeiket minden élőlény javára. Hanem amikor kifordult a világ magából, a sárkányurak elmentek, a törpék pedig magukra maradtak. A sárkányok tüze nélkül azonban már nem tudták elkészíteni legszebb és legjobb alkotásaikat. Azóta búsan és elárvultan élünk tárnáinkban, és amint hallom, te se találod helyed itt az emberek között. Ezért arra hívlak, jöjj vissza közénk, álljon helyre az ősi rend, ami hasznára van törpének, sárkánynak, embernek egyaránt. Mi pedig ígérjük és fogadjuk, hogy mindent, ami a te ellátásodhoz szükséges, a munkánk árából előteremtjük neked. Nálunk otthon leszel, és ha repülni támad kedved, azt is megteheted idekint, a szabad ég alatt. Nagyon sóhajtott rettentő mennydörgés, még a könnyei is kicsordultak újra. Hinni is alig merte, hogy ez a jó megtörténhet vele. Mégis szomorúan hajtotta rá felét. Hogyan lehetne ő a törpék társa, amikor kialudt a tüze, a híres sárkánytűz? Lánci bácsi, mintha csak kitalálta volna a búsuló sárkány gondolatát, közelebb lépett és így szólt. Ne búsulj a sárkánytűz miatt. Ami kialudt, az újra meg is gyulladhat. Én pedig tudom is a módját, hogy hogyan fog ez megtörténni. Te csak menj bátran a törpékkel, segítsd őket, és ahogy a szíved ettől a segítőkésétől átmelegszik, forrósodik, és ezt érezni fogod. Egyszer csak újra belobbantja a tűzgyomrodban a lángot. Ez azonban már nem a gyűlölet, hanem a szeretet tüze lesz. Minél inkább megkedveled őket, minél többet segítesz, annál hamarabb lobban fel a láng. Hurrá, éljen, kiaválták körülötte. Korcogó, porcogó, morcogó vidám táncot lejtett, a törpék a sapkájukat dobálták a levegőbe, a kiskék angyal tapsikolt örömében, és Lánci bácsi is hangosan nevetett. A bokrok közül előovakodott a déli mókuska és Rozi néniék macska medvéje, akik napok óta csak lapultak a bokrok alatt és az ágak körül leskelődtek, és ők is bekapcsolódtak a nagy ünneplésbe. Végül aztán rettentő mennydörgés is elmosolyodott, lassan talpra állt, és egyik lábáról a másikra döccenve tétova sárkánytáncot lejtett a többiekkel együtt. Az volt ám az ünneplés. Itt táncol a rettentő mennydörgés. Hát ez a mese, ez több kép is van, de most nem nézzük meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szervusztok!